A felsőházi rájátszás második fordulójában két olyan csapat találkozott Gödöllőn, akik vereséggel kezdték a playoffot. A gödöllői Bikák ellenfele az az újszegedi tornaklub volt, akik idén már két alkalommal is legyőzték a gödöllői együttest. Joggal tarthatott ellenfelétől Baranyai Pál csapata. A Bikák kezdték jobban a mérkőzést, hiszen Jakab Dávid szerzett vezetést, ám alig egy percig tartott az öröm, ugyanis Fülöp Tibor révén hamar egalizálták a tiszapartiak. Az első félidő ezután a védekezésről és a kihagyott gödöllői lehetőségekről szólt. A második 20 perc elején robbantott a Szeged, és Lázár Gábor két zseniális találatával 3-1-re módosult az állás. Lázár duplájára Vidák Balázs válaszolt két remek találattal, így alig 10 percnyi játék után újra döntetlenre állt a meccs, ami inkább a Bikáknak kedvez, hisz a 6 pontos előnye így megmaradna az új Szegeddel szemben. Ám a 3 perccel a lefújás előtt Vidák eladta a labdát utolsó emberként, az adódó lehetőséget azonnal kihasználta a vendégcsapat, és megszerezte a vezetést ismét. Az utolsó 3 percre lehozta kapusát a gödöllő, ám az ember előnyét nem tudta gólra váltani. Sőt, pár másodperccel a vége előtt a Szeged tette fel az íre a pontot az 5. góllal. Ezzel a vereséggel továbbra is a 3. helyen áll a gödöllői Bikák csapata, ám előnye már csak 3 pont. A vendégek edzője Brinszky Adrián kameránk előtt. Először is gratulálok a győzelemhez. Jó kis mérkőzés volt itt a végén. Ez egy nagyon fontos győzelem, ha jól nézem a tabellát. Természetesen a rájátszásban már minden mérkőzésnek ugye döntő momentuma van. Azt azért hozzá kell tenni, hogy mindkét csapat keresi igazi énjét és régi önmagát. Ma sem volt ez másképp, tehát egy lélegzetelállítóan színvonalas mérkőzésre nem beszélhetünk, viszont az izgalmakat garantálta mindkét csapat, egy igazi végjáték kerekedett, és itt kicsit szerencsésebbe jöttünk ki ebből. Az elején úgy vettem észre, hogy mindkét csapat egy picit a védekezésre összpontosított, nem akarták elveszteni a 3 pontot, aztán itt a végén sikerült a gödöllőiek fölé kerekedni. Mi lehetett a kulcs? Így van, az első fél időben talán a pillanatnyi formából adódóan kicsit türelmesebben játszott mind a két csapat. Ettől függetlenül megvoltak azok a helyzetek, de egyik fél sem élt vele. Második fél időben nekünk sikerült ugye olyan előnyt szerezni, amikor az ellenfelünket arra kényszerítettük, hogy létszámelőnyös szituációt vállaljon fel, és ebből mi jobban jöttünk ki. Nem hiszem, hogy jobbak voltunk a mai nap ellenfelünknél, de ma egy kicsit talán harcosabbak voltunk, agresszívebbek voltunk, motiváltabbak voltunk, kicsit éhesebbek voltunk erre a sikerre, hiszen nagyon ránk fért, mert az utóbbi időben azért értek minket olyan kudarcok, amik egy kicsit úgy morálisan lelombozták a csapatot. Remélem ez a siker azért most nem bizalmat ad. A gödöllői csapatból Vidák Balázsot kérdezem arról, hogy mi vezetett ahhoz, hogy ezt a találkozót elvesztettük? Rajtad nem múlt talán, mert két gólt is rúgtál. Mi múlott? Hát ez így teljesen nem igaz, hogy rajtam nem múlt, mert sajnos amikor visszajöttünk a mérkőzésbe, én voltam az, aki utolsó emberként eladta a labdát, és abból megkontráztak és berúgták a, én úgy gondolom, hogy a mindent eldöntő 4. góljukat. Én úgy gondolom, hogy a helyzet kihasználásunkon van mit javítani, mert a helyzeteink megvoltak, de amíg nem rúgjuk be, addig sajnos ilyen nyögvenyelős mérkőzéseink lesznek, és nem mindig sikerrel veszük ezeket az akadályokat. Kicsit beszéljünk az előző mérkőzésről is, ugye azt a televízió nézők nem láthatták. Szombathelyen 6-4-re kaptatok ki. Ott mi volt a gond? Hasonló volt a mérkőzés, az a mérkőzés, mint a mai. Ugyanúgy megvoltak a helyzeteink. Ott se használtuk ki, felvettük azt a játékstílust, amit a Szombathely képvisel, és sajnos abból nem jöttünk ki jobban. Reméljük a folytatásban ez egy picit jobb lesz. Ki a következő ellenfél? Beletyóújfalura fogunk utazni. Április 5-én, tehát most van egy 3 hetes pihenünk. Remélem, hogy az alatt rendezzük a sorokat, és újra visszatérünk a győzelem útjára. Az nem lesz egy könnyű mérkőzés, bár idén már egyszer legyőztük őket. Sikerülhet ez még egyszer? Idén már kétszer is legyőztük őket. Én úgy gondolom, hogy ez a gödöllői társaság mindenkire veszélyes, és én úgy gondolom, hogy egy Berettyóújfalut is bármikor meg tudunk verni. Ott biztos jobban fogunk koncentrálni, és reméljük, hogy el tudjuk onnan hozni a 3 pontot. Nem néztem végig ugyan az összes mérkőzés eredményét, de van olyan csapat, akit még nem győztünk le idén? A Szegeden kívül? És a Győrön kívül természetesen? Hát nincs. A Szeged meg a Győr, aki most úgy néz ki, hogy a mumusunk.
tavaly is nagyon szenvedtünk velük. Ugye a rájátszásban hála jó Istennek meg tudtuk őket fogni. Úgy gondolom, hogy helyzeteink általában mindig nekünk vannak. Ők kontrákból nagyon jól megvernek minket. Elmondtam az elején, erre oda kell figyelni, a passzokra, utolsó passzokra, meg mindenre, főleg az ittszereinkre oda kell figyelni. Hát ma se tudtunk odafigyelni. Én úgy gondolom, hogy körülbelül négyszer annyi helyzetünk volt, mint a Szegednek. A Szeged viszont úgy gondolom, hogy jól használta ki a helyzeteit, a lehetőségeit. Úgyhogy igazából gratulálni tudok nekik, úgyhogy most így szorossá tették azt, hogy a harmadik hely kié lesz. Balázs említette, hogy most egy 3 hetes pihenő vár a csapatra. Itt lesz idő rendezni a sorokat. Igen, lesz edzőmérkőzésünk is, és megpróbálunk most heti 2-t edzeni. Ugye mindenkinek a nagy perc elfoglaltsága van, munkahelyi elfoglaltsága van, úgyhogy megpróbálunk komolyan készülni a Berettyóra. Hála jó Istennek a Berettyónak, mi mumus vagyunk. Remélem, hogy mumus is maradunk, és akkor el tudunk onnan hozni 3 pontot megint. Nagyon kell az a 3 pont, hiszen említette korábban már, hogy a cél a harmadik hely megszerzése. Ez a 3 pont veszteség, ami itt a mai napon történt, ez nagyon kellemetlen, hiszen épp a Szeged üldöz minket, tehát adott esetben a Berettyó Újfalu ellen az a 3 pont az nagyon sokat segítene. Hát igen, én úgy gondolom, hogy sokat segítene, mert úgy gondolom, hogy a Berettyót meg a Győrt azért nem őket ki kell emelni a bajnokságból, őket nem nagyon tudja megelőzni a mögöttük lévők, de én úgy gondolom, hogy a Berettyó jobban fél tőlünk, mint mi tőlük. Nekünk nincs veszíteni valónk, mi úgy megyünk oda, hogy vagy nyerünk, vagy nem. A továbbiakban a Berettyó Újfaluval, majd a Győri Rábaetó csapatával mérkőzik meg a csapat. Itthon legközelebb április 19-én szurkolhatunk nekik az egyetemi sportcsarnokban. Akkor a budaörsi Aramis csapatával játszanak majd. Köszönöm!